Miután a múlt században két világháború is pusztított, sokan elgondolkoztak azon, hogyan lehetne elejét venni egy újabb kataklizmának. Az egyik elképzelés Jean Monnet francia köztisztviselő nevéhez fűződik, akinek nézetét Robert Schuman, akkori francia külügyminiszter is osztotta. Úgy gondolták, hogy együttműködést kell létrehozni a háború motorját képező szénbányászatban és acéliparban. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. 1951-ben hat ország, Franciaország, Németország, Belgium, Olaszország, Luxemburg és Hollandia aláírta az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó Párizsi Szerződést. A közösséget az első nemzetek feletti testület, az úgynevezett főhatóság irányította. Európa vezetői azonban tovább kívántak lépni, ezért 1957. március 25-én aláírták a római szerződéseket, amelyek létrehozták az EGK-t, azaz az Európai Gazdasági Közösséget, és az Euratomot, azaz az Európai Atomenergia Közösséget. ban Pierre Werner, luxemburgi miniszterelnök közös valuta bevezetésére tett javaslatot. Az 1970-ben napvilágot látott Werner jelentés felvetése szerint a monetáris uniót több lépésben 10 év alatt kell létrehozni. De az Egyesült Államok egy év múlva leértékelte a dollárt. Majd következett az olajválság, így a Werner terv íróasztalfiókba került. ben néhány ország monetáris unió helyett valutakígyót vezetett be, amely korlátozta az árfolyam ingadozás mértékét egyes európai valutákkal, valamint a dollárral szemben. A kígyó 1979-es összeomlásáig számos árfolyam kiigazításon ment keresztül. Az egymást követő csatlakozások, kilépések, majd újra csatlakozások miatt az árfolyamrendszer valóságos átjáróházzá vált. ben aztán újra napirendre került a gazdasági és monetáris unió. Létrejött az Európai Monetáris Rendszer és az Európai Valutaegység, az EQ. Ez azonban csak virtuális fizetőeszköz, pusztán elszámolási egység volt. Az Európai Monetáris Rendszerben a tagállamok megállapodtak abban, hogy nemzeti valutájuk árfolyamát egy viszonyítási középárfolyam körül 2,25%-os sávban tartják. Ezzel létrejött az árfolyam mechanizmus. A tagállamok kormányai számára azonban mindez nem volt mindig könnyű feladat. 1979 és 1987 között 37 ízben hajtottak végre árfolyam kiigazítást. 1986-ban a tagállamok aláírták az egységes európai okmányt, amely az első komoly változásokat jelentette a római szerződésben. Az okmány célja az volt, hogy 1993-ra az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlásán alapuló vámtarifán kívüli korlátozásoktól mentes, valódi belső piac jöjjön létre. ban Jacques Delorsnak, az Európai Bizottság akkori elnökének vezetésével bizottságot hoztak létre, amelynek megállapításait bekívánták építeni az Európai Unióról szóló Maastrichti szerződés néven ismerté vált szerződésbe. A Delors jelentés a gazdasági és monetáris uniót három szakaszban látta megvalósíthatónak. Az első szakasz, amelyben a hangsúly a központi bankok együttműködésének erősítésén volt, 1990. július 1-én a tőkeáramlás teljes körű liberalizálásával kezdődött. Az Európai Unióról szóló szerződés, amelyet 1992. február 7-én Maastrichtban írtak alá, meghatározta a gazdasági és monetáris unió kereteit, valamint a megvalósításához és működéséhez szükséges további lépéseket. A szerződésnek megfelelően a második szakasz 1994 elején kezdődött el. Ebben a szakaszban kellett megvalósítani a gazdasági konvergenciát, illetve az ehhez szükséges intézmény- és eljárásrendszert. A szerződés meghatározta a konvergencia kritériumokat, amelyeket a közös valuta bevezetéséhez az egyes tagállamoknak teljesíteniük kell.
ugyancsak a második szakaszban jött létre az Európai Monetáris Intézet, az EMI, amely 1994. január 1-én majdnem Frankfurtban kezdte meg működését. Az EMI tette meg az összes előkészületet arra, hogy az EKB átvállalhassa a monetáris politikai feladatkört. 1998. májusában az EU vezetői és pénzügyminiszterei brüsszeli csúcs találkozójukon határoztak arról, hogy mely tagállamok jutottak el a konvergencia kielégítő fokára, és vehetnek részt a monetáris unióban. Willem Duisenberg személyében nevezték ki az EKB első elnökét, továbbá a bank első igazgatóságának többi tagját. Az EKB 1998. június 1-ével lépett be az EMI helyébe, és vette át annak frankfurti irodáit. Az Európai Unió tagállamainak nemzeti központi bankjai és az EKB együttesen létrehozta a központi bankok európai rendszerét. 1998. december 31-e éjszakáján megszületett az euró, ezzel egy időben visszavonhatatlanul rögzítették a valutaunióban résztvevő valuták átváltási árfolyamát. A harmadik szakasz 1999. január 1-én vette kezdetét, ekkor bocsátották ugyanis útjára a közös pénznemet, és ekkor ruházták át a nemzeti központi bankok a monetáris politikai hatáskört az EKB kormányzó tanácsára. Három évvel később, 2002. január 1-én nagy ünneplés közepette bevezették az új bankjegyeket és érméket. Sorok kígyóztak a pénzautomatáknál, az emberek szerették volna elsőként zsebükben tudni az új pénzt. Az euró ekkor már három éve a bankok, vállalkozások és pénzügyi piacok hivatalos fizetőeszköze volt, ettől a naptól kezdve azonban mindenki élet.